Üdvözlöm Önöket a Szombathelyi Televízió kulturális magazinjában, a Műhelyben. Közeledünk az iskola végéhez, az érettségizők a héten adnak számot tudásukról. De nem csak ők, hisz az elmúlt időszakban számos szép siker tudhat maga mögött a szombathelyi iskolák, köztük a Reguli Antal általános iskola diákja is, Kelemen Alex, aki második lett a 7.-8. évfolyamosok országos történelem versenyén, felkészítő tanárával Németh Erzsébettel jön be hozzám az adásba. Gyökérből rügyfakadás címmel nyílt kiállítás április 28-án a megújult kőszegi zsinagógában, a Herendi porcelán manufaktúra remekeiből. Mi is ellátogattunk az eseményre. Hazánk egyik méltatlanul eddig elfeledett, ismeretlen vidékét fedezhetjük fel, Pintér György, a Hegyháti emlékek őre sorozat harmadik kötetéből, melyet május 15-én 17 órakor láthatnak az Agora Művelődési Sportházban. Végezetül bekukkantunk a Premontrejrendi Szent Norbert gimnázium ballagására is. Azonnal kezdünk, tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm a stúdióba Németh Erzsébet, történelem tanárt, és Kelemen Alexet, a Reguli Antal általános iskola diákját. Egy nagyon szép sikert tudhatunk magunkénak, most volt ugye az országos történelem verseny. Hogy készültek fel idén erre a versenyre, Erzsébet? Egy nehéz és mozgalmas időszak a 8. évfolyam a tanulók életében, és ez a verseny egy hosszú felkészülési időszakot vesz igénybe, mindig megkezdjük már novemberben a megjelenési témakörök után a kötelező irodalmakkal. Decemberben zajlik az általános iskolákban a helyi fordulók, ahol iskolánkban és a tanítványaink közül is kolléganőnk tanítványaival együtt több mint 20 tanulót tudtunk motiválni erre a megmérettetésre, és egy komoly feladatsor vár minden évben a tanulókra, amit az ELTE Szavária Egyetemi Központ pedagógiai szolgáltató központjának munkatársai, illetve a történelem tanszék docense készít elő a számunkra, majd pedig az iskolai forduló után februárban következett a vármegyei forduló, ahol a tanítványaim közül 6-an és a kívánt pont eredmények alapján bekerültek. Az első 3 helyet az osztályomból a 3 lelkes fiatalember nyerte meg, és közülük pedig a legjobb teljesítményt nyújtotta az Alex. És a következő időszak egy rövid szakasz volt, március és április 12-e közti időszakban, amikor a kötelező irodalmakat próbáltuk meg a idő arányosan ütemezni, hogy minél hatékonyabban tudjuk tenni a felkészülést, és hát rengeteg önálló felkészülési órája van a teljesítményben Alexnek. Tehát, ami pedig köszönet a családnak azért, hogy ilyen támogatólag segít, és nem csak történelem tantárgyból, hanem más tantárgyak esetében is, hogy a céljait elérje. Alex, honnan jön neked ez a motiváció? Mindig, minden évben szinte jó eredménnyel szerepelsz a történelem versenyen is. Honnan jön ez a lelkesedés? Azt gondolom, hogy ez minden diák számára példamutató lehet. Hát tulajdonképpen én egy versenyen úgy indulok el, hogy azzal veszíteni nem tudok, és ez már alapból ad egy olyan löketet, egy olyan motivációt, amely tovább biztat arra, hogy minél többet tanuljak, minél több forrásból, irodalomból sajátítsak el egyéb témákat és egyéb tananyag részeket, és tulajdonképpen a verseny az már csak ennek a többi diákkal való összevetése. Tehát ennek a tudásnak a többi diákkal való összevetését jelenti. Hogy nézett ki most az első forduló? Milyen feladatok voltak, milyen témák voltak adottak? Az első fordulóban tulajdonképpen csak a 7.-8. osztályosoknak kiírt versenyrészből a 6-as,
és részben a 7-es történelem tankönyv egyes tananyag, egyes leckéi voltak föladva, tehát itt még olyan plusz irodalom nem volt, amely a tananyagon kívül várható lett volna, így csak erre koncentrálódott a feladatoknak a nehézsége is. Volt belőle kedvenced, vagy ami esetleg egy picit több nehézséggel járt? Hát az első fordulónak a feladataira jóformán már nem is teljesen emlékszem, de az biztos, hogy azt az időintervallumot, azt a 90 percet maximálisan kihasználtam ennek teljesítésének az érdekében. Átérve az országos versenyre, milyen nehézségekkel kellett számolnod? Az országos verseny elsősorban annak a nehézsége ütötte fel a fejét, hogy nem csak én tanultam meg az irodalomból az anyagot, hanem minden más ott lévő versenyző is, tehát velük szembe kellett szállnom. Milyen feladatok voltak ott? Három részből állt, pontosabban kettő. Az első rész, ami vehetünk kettőnek is, mert ott volt egy számítógépről, egy PPT-ről való 15 kérdéses kis teszt, és ezután következett az írásbeli forduló, amelyre szintén 90 perc volt adott, és itt tulajdonképpen 130 pontot lehetett elérni, amelyből három versenyzőnek 100 pont fölött sikerült elérnie, és a második forduló pedig a következő nap volt, az pedig a szóbeli forduló volt. Erzsébet, ilyenkor az országos versenynek van témája is, hogy miből kell a gyerekeknek készülni? Egy nagy korszakot ölel fel, mind a három fordulóra ugyanaz a korszak anyaga a meghatározott, ebben az esztendőben, egyetemes és magyar történelemben a 1699-től 1920-22-ig terjedő nagyon mozgalmas és érdekes időszak esemény története volt, és kötelező irodalomként még párosult hozzá a Magyar Kódex különböző köteteiből kijelölt fejezetek, illetve digitális anyag is társult hozzá. A Zanza TV oktató filmjein kívül még a Magyarország története sorozat anyagát kellett elmélyíteni olyan szinten a versenyzőknek, hogy a szóbeli előadásmódkor a húzott témába be tudják illeszteni ezt egy nagyon szűk időintervallumban, amit tapasztalataink alapján azért a legtöbb versenyzőnek az egy nagy kihívás, hogy 8 percben egy példaként akár egy teljes dualizmus kori esemény sort vagy kultúrtörténetet felvázoljon ilyen szempontból például. Alex, mesélj nekem kicsit kérlek arról, hogyan készülsz ilyenkor egy-egy versenyre? Van valami kis különleges tanulási metódusod, módszered, ahogy felkészülsz ilyenkor a versenyekre? Hogy tanulsz? Hát mivel a kötelező irodalomban általában a történelmi verseny szempontjából szokott lenni írott forrásrészlet, és szokott lenni emellett filmes és képes anyag is, ezért én úgy szoktam ezt feldolgozni, hogy amikor sok időm van, akkor nekiállok az írott részleteknek az elolvasásához, magamban szépen lassan feldolgozom, hogy pontosan mit is jelent, vagy hogy milyen történelmi események zajlottak abban a forrás részletben, és amikor mondjuk este, lefekvés előtt van még egy kis időm, akkor nem a forrás nem az írott részleteket nézem át, hanem inkább a képes anyagot, vagy a videókat, mint például már említett Erzsi néni a Zanza TV-ről, vagy a Magyarország története filmsorozatról. Ezzel tulajdonképpen akkor memorizálsz is egy kicsit. Igen. Viszont nagyon sok időt elvesz a történelem. Mondhatjuk, hogy akkor neked ez már a hobbid is? Hát tulajdonképpen a történelmet mondhatjuk a hobbimnak, habár sokat foglalkozom vele, tulajdonképpen csak a történelem verseny idején foglalkozom vele olyan kiemelkedően nagy mennyiségű történelemmel, hogy mondhatnánk, hogy nem a hobbim, de ha az egész tanévet nézzük, akkor mégiscsak a hobbi a történelem. Megvan esetleg már, hogy hova szeretnél tovább tanulni menni? Természetesen.
Én az ELTE Bolyai János gyakorló gimnáziumba szeretnék tovább tanulni, és szerencsére meg is érkezett a levél, amelyben tudatták, hogy sikerült bejutnom a biológia, kémia specializációra. Tehát szeretettel gratulálok. Köszönöm szépen. Tanárnő, mondja el nekünk, honnan jön a gyerekeknek ez a nagyon-nagyon erős motiváció, amivel Alex is rendelkezik. Hiszen nagyon sokan nehezen tudunk tanulni. A mostani digitális technika fejlődésével nem tudom, hogy könnyebb vagy nehezebb történelmet tanulnunk? Más struktúrát ölel fel a képzésnek a metodikája megítélésem szerint. Arányosan meg kell találnunk azt a középutat, amely a digitális és a nyomtatott anyagra vonatkozóan ad ismereteket. És ahhoz, hogy motiváltak legyenek a tanulók, ahhoz mindig kell tudni valami érdekességet, valami pluszt nyújtani az adott osztálynak, de rengeteget számít, hogy hogyan alakul egy osztálynak az összetétele. Jelen esetben a mi osztályunk összetétele ilyen szempontból az évek során kollégáinknak vagy kollégáimnak köszönhetően közös erővel, tehát egy nagyon jó szemléletű csapattá váltunk, ahol érték a tanulás. Mondhatjuk, hogy motiválják is egymást diákok. Is ösztönzik arra, hogy minél jobb eredményt érjenek el a céljaik tekintetében, és a szülők is ilyen szempontból nagyon támogatóak, úgyhogy ezúton is csak köszönetet tudok mondani nekik a közös munkáért, a részükről belefektetett energiában, hogy a történelmen kívül, tehát akár földrajzversenyen, akár német nemzetiségi versenyeken, prózai vagy írásbeli fordulókon, vagy magyar nyelvű helyesírás, illetően a simonyi féle Kárpát-medencei országos szintet elérő fordulókig jutnak el a tanulóink, vagy vármegyei második helyezettet lesznek ezen a területen, mint most az idén a Alex is, vagy ő ugye pont ezen a hétvégén fog utazni Egerbe, ahol a teleki versenynek van az országos döntője, a felkészítő tanárával és a kedves szülővel együtt. Egy nagy élményben lesz részük, és ez még sok energiát kíván a Alextől is, meg mindenkitől is, de vannak nagyon jó nyelvvizsga eredményeink is. Alex a barátja is épp a napokban kapott erről egy kiemelkedő értesítést, egy nagy megkönnyebbülés az is a család számára, és így egymást ösztönzi a két barát, és hisz Alexnek már a nyelvvizsga megvolt, akkor a másik is megpróbálja, a harmadik is, és ez jól működik, úgyhogy én bízom benne, hogy az új közösségekben is ezek a tanulók meg fogják állni a helyüket a választott területeken, és további sikerekben, egy boldog jövőben lesz részük. Alex, kérlek búcsúzóul segíts a többi diáknak is, hogy ösztönzöd magad a tanulásra, honnan jön a motivációd, és hogy tudnál segíteni a többi diáknak is, hogy ők is hasonlóan szép eredményeket elérjenek, akár amit említett a tanárnő, német versenyen is, jól tudom, országos versenyen 11. helyet szereztél. Igen. Tehát ugye ahhoz, hogy az ember tanulni kezdjen, ahhoz tulajdonképpen az kell csak csupán, hogy az az anyag, amit meg kell tanulnia, az olyan érdeklődést váltson ki nála, amely ösztönzi minél jobban, hogy azt megtanulja. Nos, ehhez nyilvánvalóan az is szükséges, hogy a tankönyv, vagy a füzet, a jegyzetfüzet, amelyből például tanul, az úgy legyen lejegyzetelve abban az anyag, úgy legyen megírva benne az anyag, hogy érthetően, gyorsan és hatékonyan meg tudja tanulni az illető. Tehát tulajdonképpen nem kell szeretnie a tanulást, de hogyha hatékonyan tud és gyorsan tud nagy mennyiségű anyagot,
rövid vázlatpontokban megjegyezni, és esetleg egy számonkérésnél kifejteni, akkor ezzel tud spórolni időt, és meg is szeretheti az adott tantárgyat, az adott tananyagot. Azt gondolom, ez nagy segítség a többi diáknak is. Szeretettel gratulálok még egyszer, és további szép sikereket kívánok neked és az iskolának is. Köszönjük szépen, és köszönjük a lehetőséget. Gyökérből rügyfakadás címmel nyílt kiállítás április 28-án a megújult kőszegi zsinagógában a Herendi porcelán manufaktúra remekeiből. A tárlat a zsidó kultúrához köthető alkotások mellett néhány monumentális dísztárgyat és a világhíres Viktória minta evolúcióját is megmutatja. A Sej Fülöp által építtetett 165 éves kőszegi zsinagóga felébredt Csipke Rózsika álmából, és a Kreatív Városok Fenntartható Vidék programban teljes körűen megújult. Tavaly óta kulturális térként funkcionál. Április utolsó hétvégéjén a Herendi Porcelán Manufaktúra remekeiből rendeztek be tárlatot ezen az impozáns helyszínen. A Herendi Porcelán Manufaktúra nem csak egy sikeres gazdasági társaság, de egy kulturális missziót hordozó közösség is, amely az értékteremtés, értékmegőrzés és értékátörökítés gondolatiságában ragadható meg. Ebből adódóan minden évben közel 10 kulturális művészeti kiállítást rendezünk idehaza Magyarországon és Magyarország határain túl, így örömmel mutatjuk meg azt az értéket, amelyet Herend képvisel vidéki vagy éppen a budapesti helyszíneken kiállítás. Helyszíneken is. Régóta kiváló kapcsolatot ápolunk Kőszegen a Felsőfogú Tanulmányi Intézettel, és amikor ez a zsinagóga pár évvel ezelőtt megújult, akkor jött az ötlet, hogy ezt művészettel is meg kellene tölteni, próbáljuk a herendi értékeket ebben a kiállítási térben is megjeleníteni. Gyökérből rügyfakadás. A cím utal a kőszegi zsinagóga újjászületésére és a porcelángyár hagyományaira is, amely erős gyökerekből mindig friss hajtásokat képes növeszteni. Ez a kettősség adja a kiállítás gondolatiságát. A Herendi Porcelán Manufaktúra 16 000 fehér formával, 4 000 festett mintával, mintegy 64 millió különböző alkotással rendelkezik, amelyhez évente mintegy 300-400 új innovatív alkotásunk is párosul. Úgyhogy nem vagyunk könnyű helyzetben akkor, amikor egy-egy kiállítási helyszínen kiállítási tárgyakat össze kell válogatnunk, hiszen tudni kell a Herendi Manufaktúráról, hogy minden kiállításon más és más kollekciót vonultatunk fel, nincs két egyforma kiállításunk. A mostani kőszegi kiállításnak a tematikája két részre bontható. Egyszer megjelenik egy nagyon szép, dúsan terített asztal, amely a Viktória minta korai megjelenésétől az egész modern színvilágig felvonultatja azt az evolúciót, amelyet ez a több mint 160 éves minta már bejárt a világban, amely kezdődik 1851-es londoni világkiállítással, és a befejezését pedig az a Royal Garden minta adja, amely Magyarország hivatalos NASA ajándéka volt Vilmos herceg esküvőjére. A másik része a kiállításnak az pedig magából a helyszínből adódik, hiszen egy gyönyörűen felújított zsinagógában vagyunk most itt Kőszegen, ezért judaika tárgyakat állítottunk össze, mindazokat a tárgyakat, amelyek 19. század óta a Herendi Manufaktúrának az alkotásai között szerepel, mind a mai napig is készítjük megrendelésre ezeket az alkotásokat. A judaika kollekciót szédertálak, kelyhek, kancsók alkotják. A válogatás összeköti a múltat, a porcelángyárat felvirágoztató Fischer Mórt, aki maga is zsidó származású volt, a jelennel. Vallási, használati és ünnepi szertartási darabok is láthatók a tárlókban, amelyek magukban hordozzák a manufaktúra hitvallását, értéket őrizni és átörökíteni. A karzaton helyet kapott az a csaknem 90 cm átmérőjű dísztál, amit a manufaktúrának világhírnevet hozó ősi Viktória minta díszít, emléket állítva a királynőnek, aki 1851-ben adta le rendelését a porcelángyárnak. A motívum időközben frissült, ezt az evolúciót mutatja be a terített asztal. Klasszikus és újszerű stílusokat vegyítve, mégis teljes harmóniában tárja a látogató elé a manufaktúra kincseit, köztük a Vilmos herceg esküvőjére NASA ajándékként küldött készletet. Megjelenik egy bravúrváza a Rothschild minta kis plasztikákra alkalmazott változatával. A motívum születésének 150. évfordulójára készítették 2010-ben, tisztelegve a természet szépsége előtt.
A vízimadarakkal díszített idillikus külsejű tál és az élethű orchideákkal festett váza egymás mellett kapott helyet, utóbbiból mindössze 50 darab készült. A belsőséges hangulatú, megnyitón a ragyogó tehetségű Rost Andrea, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekesnő hangja töltötte be a zsinagógát. Simon Attila köszöntőjében arról beszélt, hogy minden egyes kiállításuk a porcelánba zárt varázslat ünnepe. Magasházi Anikó, a szervező Kőszegi Felsőbb Fokú Tanulmányok Intézetének igazgató helyettese pedig azt hangsúlyozta, hogy tudományt és művészetet ötvözve szélesebb közönség előtt is szeretnék megmutatni, mennyi tudás és meg annyi szépség lakozik körülöttünk a világban. A Gyökérből Rügyfakadás című kiállítás augusztus 25-éig tekinthető meg a Kőszegi zsinagógában. Szeretettel köszöntöm a stúdióba Pintér György írót. Május 15-én 17 órakor mi is részese lehetünk a Hegyhát legendáinak, gyógyítóiról szóló történeteknek az Agora Művelődési és Sportházban. Mi motiválta a Hegyháti Emlékek Őre sorozat megírására? Hát tulajdonképpen az, hogy a Vasi Hegyhát az valahogy elfelejtett vidék. Tehát az őrséget mindenki ismeri. De aztán ott vagyunk a szomszédban, és hát ennek a dolgai még nincsenek úgy összerakva, és én megpróbáltam elkezdeni. Ha jól tudom, ez a sorozatnak a harmadik része lesz, az asztalon már láthatjuk az első kettőt. Mi indította el a sorozat kezdeti megírásába, miről szól az első rész? Sok apró novella, sok apró emléktöredék állt össze, miközben én készítettem egy községtörténeti könyvet. És ugye hát közben előkerültek olyan adatok, amik nem biztos, hogy befértek volna ebbe a községtörténetbe, viszont érdekesnek találtam őket, és úgy gondoltam, hogy ezeket még meg kéne írni olvasmányos formában. Melyik községről van szó? Gersekarátról van szó. Én ott tanítottam több mint 40 évet, úgyhogy merem azt állítani, hogy ismerem a környéknek a történetét, meg hát bele lehetett szeretni egy hátnak a csodálatos világába is. Milyen kutatásokat tett a könyv megírásakor? Ugye alapvetően a helytörténetkönyvem, a községtörténetkönyvem miatt kellett a levéltári anyagokat végigbóklászni, könyvtári anyagokat végigbóklászni, meg nem utolsó sorban helyi öregeket meghallgatni. Mondtak érdekes, különleges történeteket? Mondtak érdekes dolgokat, és ebből a legizgalmasabb az, amikor én hallottam ezt ilyen pletyka szinten, és utána szembe jött velem egy 100-120 évvel ezelőtti újságban. Mely lenne akár a legérdekesebb vagy különlegesebb, amit kiemelne? Hát most majd a harmadik részben, ami jövő héten fog megjelenni, ebbe találunk egy ilyen esküvői merényletet, amikor a megcsalt leány bosszút állt a megcsalóján, és úgy gondolta, hogy ezt maronátronnal teszi, és leöntötte az esküvői menetet. Hát ez újsághírben is szerepelt, tehát az ennyire komoly dolog volt, ne ebből is lett egy ilyen történetünk. Milyen különleges történetek vannak még, így érdekesebbek, amiket megemlítene? Hát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy van közöttük olyan, amelyik nem érdekes, mert hát igyekszik az ember legalább olyat, ami megfogja az olvasót, érdekesé teszi a dolgot. Ennek tehát minden része valós egyébként ezeknek a történeteknek? Igen, sőt, a Hegyheti Krónikák minden kötetében úgy néz ki a dolog, hogy a történet végén egy féloldalnyi szöveg van, hogy ebből mi a valódi, a nevek, a helyszínek, az események, vagy ezek közül valamelyik valamilyen ok miatt megváltoztatásra került, áthelyeztem időbe adott esetben, vagy családok érzékenységét figyelembe véve más nevet adtam az illető elkövetőnek. Van esetleg valami személyes történet, élmény, ami bekerült a könyvbe? Igen. Most a harmadik részben lesz egy ilyen, hogy családi legendárium. Ez miről szól? Hát ez arról az időről szól, amiről a történelmi könyvek alig szólnak, ez pedig közvetlen a világháború után időszak. Amikor romok voltak, nyomor volt, és hogy lehetett ezt túlélni. Ha megnézzük, ugye sorozatban ez ugye a harmadik kötete lesz, tervezi esetleg a folytatását is?
Nem, úgy gondoltam, hogy ez a valamivel több mint 1000 oldal az egyelőre elég lesz a Hegyhát történetéből, viszont mivel most a Körmendi Múzeumban dolgozom, így aztán körmendi krónikák fognak indulni. Ezek közül néhány már készen van, a többi az alakul. Mikor kezdődött a történelem iránti szeretetet, akár a helytörténet iránti vonzódása? Hát a helytörténet utáni vonzódásom az alapvetően a 90-es évek vége, ugyanis ekkor én szaktanácsadója voltam a történelem tantárgynak Vas megyében, és eljutottam egy honismereti akadémiára. És ott láttam, hogy mennyi szép érdekes dolog van a világ minden részén, és hát miért lenne nekünk is, és akkor kezdtem ezt a dolgot. Hát az első kiadvány az igazából az ottani Ungársakarati iskolának készült egy segédlet a hon és népismerethez, mert úgy vagyok vele, mint ahogy az összes ilyen könyvemmel kapcsolatosan is, hogy szeretném, hogyha akik ott élnek, azok ismernék a saját környezetüket, és még talán büszkék is lehetnének rá. Sorozatban utána láttam, hogy következik a Hegyháti mesék. Ez gyermekeknek készült könyv? Hát ezt én úgy gondolom, hogy 9-től 99 éves korig mindenki, aki hajlandó elolvasni. Hát ezek jó része a Hegyhát mese, illetve mondavilágának a feldolgozása, illetve hát nekünk van egy saját különbe járatú boszorkányunk. A múltkor valaki mondta, hogy egy, de hogy is egy több van. Na mindegy, lényeg az, hogy akiről szó van, ő már nem élő, 1903-ban meghalt, és éppen az én lakásommal szemben az útemetőben nyugszik. Úgyhogy hát az ő történetei, Kuméni történetei is benn vannak. Milyen történet terjedt el erről a boszorkányról? Hát ő alapvetően, ugye mondják, hogy boszorkány volt, szerintem gyógyító volt a maga idejében. Ugye hát kitűnt a többiek közül, hogy nem azt csinálta, mint a többi falusi asszony, hanem ő járta a mezőket, kereste a gyógynövényeket, ezeket mindenféle módon szárította, aprította, stb. Tehát emiatt elterjedt, hogy ő valami plusz. És erre ráfogták, hogy boszorkány. Könnyen jön az írás? Vagy volt nehézség esetleg bármelyik könyv megírása kapcsán? Igazából magával az írással nincsen gond, viszont a témának a megkeresése, annak a formájának a kitalálása, meg a hátterének a felderítése az azért nem kétnapos történet. Szavak használatában könnyű dolga van, amit hát, esetleg az idősektől, öregektől van? Ami izgalmasra teheti, meg nehézé teheti a írományaim egy részét, hogy úgy voltam vele, hogy az egyik szakom az magyar, hogy hadd legyen már ez a mi kis anyanyelvünk, ez színesebb, úgyhogy leírtam a helyi tájszólásnak a mondatait. Hát aztán van, amikor öregek olvassák, és azt mondják, ezt tényleg mi így mondtuk. Hát a fiatalok megbirkóznak vele rendesen. Ez a mesekönyv írásánál nem volt így, ugye? Van olyan mese, ahol ez is szerepel. Meg még egy dolog, ami miatt a mesekönyv kicsit közelebb el a szívemhez, hogy az illusztrációt a lányom Pintér Panna készítette. Ha megnézzük a Hegyháti krónikáknak az illusztrációját, ott esetleg megemlítenél valakit? Ott is az egyik kolléganőm a múzeumban, ő intézi a múzeum grafikai és egyéb dolgait, tehát ő vállalta el az illusztrációk elkészítését jó részt. Egy másik kötetnél pedig egy volt tanítványom. Ha megnézzük, még látjuk a Hősök a ködből című könyvedet, erről mit tudnál nekünk elmondani? Ez egy izgalmas dolog, ugyanis kiderült, hogy a Egri vár 1552-es védelmében két gersely is szerepelt. Ugyanis a Gárdonyi könyv végén ott van a névsora a védőknek, és ezek között találtam egyrészt Pető Gáspárt, aki ugye tisztje volt a várnak, illetve egy Gersely Benedek nevű tizedest, úgyhogy hát az ő történetük, ennek is van történelmi alapja, de igazából maga a történet az én fantáziám eredménye. Nagyon szépek ezek a könyvek. Lesz folytatása? Tervezel? Van új könyv? Én írok sorba rendben, de azt nem szabad elfelejteni, hogy amíg a számítógépben van, addig az nem könyv. Kellett hozzá egy olyan cég, amelyik ezt fölvállalja, ez pedig a Szülőföld kiadó volt. Hát végül is Vas megyei a történés, Vas megyei az író, hát akkor, tehát így kerültem én közel, és azóta is jó ez a kapcsolatunk a kiadóval. Családi kötődés, ami miatt te akkor annó tanár lettél? Ha jól tudom, történelem, magyar és orosz? Hát történelem orosz volt az alapvető, aztán az orosz valahogyan elkopott egy idő után, és akkor elvégeztem a magyart, hát ha az nem szűnik meg időközben idehaza. A maga a tanári szakma, inkább hivatás maradjunk ennyibe, azt viszont a szüleimtől kaptam, mert mind a ketten tanárok voltak. Mi volt az, ami miatt a tanárit választottad? Mit szerettél volna átadni a diákoknak?
Hát az nehéz dolog, a tudás mellett, hát természetesen. A tudás mellett, ugye erre van egy nagyon-nagyon okos kis mondat a körmendi rendészeti képzőnek a falán, hogy tanítani szóval lehet, nevelni meg példaadással. Ez nagyon-nagyon szép kifejező mondat. Ha a történelmet nézzük, van esetleg olyan korszak, ami számodra kedvenc? Igazából nekem a reformkor. Ugyanis ott nem pusztították az emberek egymást, hanem gyarapodott, szépült, épült az ország. És hát máig ható dolgai vannak ennek az egész változásnak, úgyhogy gyakorlatilag egy pofon nem kapott senki. Tehát nem kellett ledönteni az országot, hogy valami más, valami jobb legyen. Mi a célod a könyvekkel? Említetted, hogy az ott élők is megismerjék a lakóhelyüket, de mit tudnál még nekünk hozzátenni? Mi az, ami miatt írsz? Hát egyrészt már van mit írjak. Tehát van témám, amit szeretnék megosztani másokkal. Ez nem feltétlenül helytörténethez kapcsolódik, mert ott van szélül egy krimim, ami a Körbenni Múzeumban játszódó mindenféle eseményeket, kitalált eseményeket játsza. Viszont ezek is úgy vannak, hogyha valaki ezeket elolvassa, közelebb kerül a múzeumban kiállított értékeinkhöz. Hát szeretettel gratulálok a könyvhöz, és további szép sikereket kívánok. Köszönöm szépen. 5 osztályban 151 tanuló búcsúzott a Premontrei Rendi Szent Norbert gimnáziumtól a szombati vallagáson. A végzősök, a diáktársak és a szülők díszsorfala között vonultak át az iskolából a Székesegyházba. A zsúfolásig telt nagy templomban Fazekas Zoltán Márton Premontrei prépost celebrált szentmisét, aki a hit és az emlékek fontosságát hangsúlyozta útravalóul az érettségizőknek. Szikrázó napsütés várta a családtagokat, barátokat, ismerősöket a Premontrei Rendi Szent Norbert gimnázium végzőseinek ballagásán. Idén 5 osztály, 151 tanulója búcsúzott az Alma Matertől. Igazából ez az elmúlt 4 év, ez talán szavakkal összefoglalhatatlan. Olyan közösséget ismerhettünk meg, akár az osztályok személyében, akár a tanáraink személyében, ami azt gondolom, hogy leírhatatlan. Egy nagyon biztos hátteret kaptunk az élethez is, tanulmányi szempontból is a jövőnkhöz, illetve talán ami fontosabb, az az, hogy emberré nevelt minket ez az egész közösség itt. A búcsúzás nem csak a diáksereg számára nehéz, hanem a tanároknak is. A tanári karban szerintem ilyenkor kétféle érzés munkálkodik. Talán az egyik az izgalom, hogy az érettségi azért jó sikerüljön, hogy minden diák a készület, 4 éves készület, vagy talán 5 éves készület alatt, hogy ki tudja hozni magából a maximumot, és minden a lehető legjobban sikerüljön az érettségi vizsgán, illetve a felvételi pontokban is a lehető legtöbbet tudják összegyűjteni. Ez az izgalom mindenképpen megvan ilyenkor. A másik talán egy picit a szomorúság, hogy minden évben megtapasztaljuk azt, hogy megszeretjük a gyerekeket, hogy egy kicsit a szívünkhöz nőnek, és amikor el kell menniük, már pedig ez az életrendje, hogy nekik el kell menniük, akkor egy picit a mi szívünkből is egy darabot elvisznek magukkal. A hagyományoknak megfelelően ezúttal is egy szál fehér rózsával a kezükben, tarisznyával a vállukon énekelve indultak a végzősök az iskolától a Székesegyház felé. Diáktársak és szülők sorfala között vonultak a nagy templomba, amely zsúfolásig megtelt. Fazekas Márton premontrei prépost a hit és az emlékek fontosságát hangsúlyozta útravalóul az érettségizőknek, majd a szülőkhöz, tanárokhoz is szólt, akiknek feladatuk segíteni a fiatalokat, hogy megtalálják helyüket a nagybetűs életben. Mi felnőttek tudjuk, hogy még mi van rájuk, ők még egy kicsit ábrándosok és lelkesek, ezért a mi dolgunk, hogy teregessük és imádkozzunk értük. A szentmisén Jézus szavait idézte az apát, Isten veletek van, ne féljen senki megfogni kinyújtott kezét. A ballagási ünnepség könnyes boldog pillanatait az érettségi követte. Hétfőn magyar, ma pedig matematika tudásukról adtak számot a végzősök. Szerdán a történelem vizsga következik. Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten találkozunk itt a műhelyben. Viszontlátásra!
A műsorvezetőt az Unico és a Mirror női divatárokból öltöztette.